2015-ben készült el Bátaszék közművelődési és marketing stratégiája, melynek kettős célja volt. Egyrészt olyan lehetőségeket kínálni az itt lakók számára, melyek vonzóak és megmozgatják a város lakosságát. Így vannak olyan programjaink, amik kimondottan a bátaszékieknek szólnak, majális városnapja rendezvény, amelyekben gyakorlatilag a közösségi érzést szerettük volna erősíteni. Talán ezek közé tartozott többek között a Molyhos Tölgyel kapcsolatos akció is a ciklus elején 2015-ben, illetve 2016-ban. A másik cél a város népszerűvé tétele az idegenforgalom számára. Ezért találódtak ki a nagyobb volumenű rendezvények. Ilyen, mint például a Bornapok, vagy gyakorlatilag a Pünkösdi Rétes Fesztivál, ami a kultúra területén hoz ide Bátaszékre embereket, de sportvonalon is én úgy gondolom, hogy most már Bátaszéken túlnyúló például a triatlon rendezvényünk. Ezekkel az eseményekkel próbáltunk városhatáról túl vendégeket ide csalogatni Bátaszékre, és egy kicsit próbáltunk rendezvényeinkkel bekapcsolódni a borturizmusba is, hiszen Bátaszéknek nagyon fontos, hogy a szekszárdi borvidéken belül egyrészt a szekszárdi pincészetek, másrészt a bátaszéki pincészetek termékeit is meg tudja mutatni az ide látogatóknak. A rendezvények kapcsán ma már kézzelfogható eredmények vannak, mondja Bozsolik Róbert. Van olyan esemény, melynek látogatottsága meghaladja az 5-6 ezer főt. Látszanak a közösségi oldalon is a visszajelzések, hogy egyre inkább érdeklődnek, vagy nyomon követik a programokat. Van egy másodlagos hatása is ezeknek az eseményeknek, mely az itt működő vállalkozások kereskedelmi egységek forgalmában is lemérhető. Igaz, teszi hozzá Bozsolik Róbert, ez még messze nem akkora, mint amekkora lehetne. Hatása van, de nem biztos, hogy olyan mértékű, amit mi korábban szerettünk volna, hiszen ezek az események, rendezvények azért most már több ezer embert megmozgatnak. A helyi vállalkozások nem biztos, hogy ezt teljes mértékben ki tudják szolgálni, ezért úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszak feladata, hogy valamilyen módon ösztönözzük, segítsük őket, hogy ezekben a rendezvényekben minél nagyobb számban be tudjanak kapcsolódni, és aktív részesei tudjanak válni, és ilyen értelemben gyakorlatilag a jövedelmezőségüket is tudják fejleszteni és fejlíteni. Én úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények az elmúlt évek során már jól átgondolt rendezvényekké váltak. Ezeknek a bővítése nem biztos, hogy célszerű. Nem kívánunk mi országos szintű fesztiválokat, rendezvényeket tartani. Úgy gondoljuk, hogy kisvárosi szinten elérték ezek a rendezvények azt a tűréshatárt, ami kényelmi szempontból, minőségi szempontból ennek a településnek tökéletesen megfelelő. Az a szilárd véleményem, hogy attól, hogy így relatíve kis helyen vagyunk, vagy kis településen, városban, még annak a szakmai gárdának, amelynek a vezetését én vállaltam egy másfél évvel ezelőtt, lehet a célja az, hogy megmozgasson olyan minőségi előadókat és olyan programokat szervezzen, amellyel hát azt a fajta kulturális igényt is ki lehet elégíteni helyi szinten, amelyet mondjuk nagyobb települések vagy városok tesznek meg. Lehet az a megyeszékhely, vagy akár Szeged, Székesfehérvár, Győr vagy Budapest. Bátaszéken hál' Istennek van akarat és lehetőség erre, és hál' Istennek a szakmai gárda is olyan, hogy mindezt meg tudjuk valósítani. Itt van például a Városnapja. 2019-ben, tehát ebben az esztendőben egy kicsit bővítettük a kínálatot. Július 5-én a protokolláris részt tulajdonképpen azzal sikerült kibővíteni, hogy városi kitüntetéseket adunk át, illetve olyan komoly zenei koncerttel, borkóstolóval is megkínáljuk nem csak az ünnepelteket, a meghívott vendégeket, amelyek talán valamilyen plusszal is hozzájárulnak az esemény színvonalához. A szombati nap tekintetében ugyanúgy helyi és környékbeli kulturális csoportok, fellépők jelenlétére számíthatnak a nagy színpadon az érdeklődők, és nem csak a bátaszékiek, és a Besodrom nagy koncertjével fogjuk zárni a napot, illetve ugyanúgy, mint a tavalyi esztendőben, mert nagyon népszerű volt, Takács Krisztián jóvoltából egy igazi retrodiszkóval hajnalba nyúlóan várjuk a megjelenteket. És még egy valami pluszra szeretném a Városnapja kapcsán fölhívni a figyelmet, hogy újra sikerült összerázni a bátaszéki színjátszókat. 7-én, július 7-én vasárnap a délutáni órákban Vörös Marti Mihály egyetlen vígjátékát fogjuk előadni, a Fátyol titkai című darabot.